Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A papírsárkány. Bogyó, a csiga fiú még aludt, amikor Babóca, a katica kislány bekopogott az ablakán. Jó reggelt, Bogyó! Gyere, csináljunk papírsárkányt! Babóca megrajzolta, Bogyó pedig kivágta a papírsárkányt. Azután színes papírszalagokkal feldíszítették. Végül hosszú kötelet kötöttek a papírsárkányra. Próbáljuk ki, mondta Babóca. Kézen fogva elindultak, hogy megröptessék a sárkányt. De hiába dobták fel újra és újra, a papírsárkány mindig visszazuhant. Felmászom a fára, és megpróbálom onnan, hát ha felrepül, mondta Babóca, de a papírsárkány most is lezuhant a földre. Hirtelen feltámadt a szél. Nagy erővel magával sodorta a sárkányt, és vele együtt Babócát is. Bogyó! Segíts! Bogyó felmászott a fára, és elkapta Babóca lábát, de nem tudta visszahúzni a papírsárkányt, így már ketten repültek tovább. Arra repült Baltazár, a méhecske. Elkapta Bogyó lábát, de neki sem sikerült visszahúzni a papírsárkányt, így már hárman repültek tovább. Egy fenyőfa tetején üldögélt Döme, a krumpli bogár. Elkapta Baltazár lábát, így már négyen repültek tovább. Ugri, segíts! Kiabált le Baltazár az arra sétáló szöcske kislánynak. Ugri elkapta Döme lábát, így már öten repültek tovább. A szél egyre erősebben fújt. Arra szállt Pihe, a lepke kislány. Elkapta Ugri lábát, így már hatan repültek tovább. Vendel, a szarvasbogár, és Szellő, a szitakötő, ilyetten néztek utánuk. Jaj, az erdő felé fújja a sárkányt a szél. A papírsárkány belegabolyodott egy fenyőfa csúcsába, ők pedig mindnyájan a fák tetejére estek. Aztán elállt a szélvihar, és kisütött a nap. Bogyó aggódva nézett a katicára. Babóca, én nem tudok repülni, hogy jutok le innen? Ne aggódj, Bogyó, majd csak kitalálunk valamit. Már ki is találtuk, kiáltott Vendel. Gyere, Bogyó, ugorj bele a ponyvába! Ne félj, nem ütöd meg magad! Amint Bogyó belehuppant a ponyvába, rögtön vissza is pattant, és újra a magasba repült. Nézzétek, ez nagyon jó! Próbáljuk ki mi is, kiáltották a többiek. Késő estig ugrándoztak fel-le a ponyván. Éjjel, amikor az erdő lakói már mind aludtak, a szél újra feltámadt, és elvitte magával a papírsárkányt. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Vendel korcsolyázik. Egy téli napon Bogyó és Babóca a tóparton sétálgattak. A tó vize vastagon befagyott.
Gyere, babóca, csúszkáljunk egyet a jégen, javasolta a kis csiga. A Katica lány boldogan beleegyezett. Bogyó és babóca óvatosan rámerészkedtek a jégre. Összefogóztak, és csúsztak jobbra-balra. Nagyon jól érezték magukat. Hamarosan egészen belejöttek a csúszkálásba. Néha elestek, nagyokat nevettek, aztán felálltak és folytatták. Arra jött Vendel, a szarvasbogár. Vendel, próbáld ki te is! Gyere velünk csúszkálni! Hívta barátját Bogyó. Vendel kicsit félt ugyan, de kíváncsi volt, ezért rálépett a jégre. Kiáltott nyomban, mert lábai kicsúsztak alóla, és hanyat vágódott. Bogyó és babóca rögtön odaszaladtak barátjukhoz. Gyere, Vendel, majd mi segítünk! Azzal Bogyó és babóca közrefogták Vendelt, és óvatosan elindultak a jégen. Akkor most elengedünk, és próbáld meg egyedül! Kiáltott babóca. A csiga fiú és a Katica lány elengedték Vendelt. Lassíts, Vendel! Kiabált babóca. Vendel megpróbált megállni, de lábai szétcsúsztak a jégen, és egyenesen beleszágoldott a tüskés bokorba. Segítség! Jaj! Össze-vissza szurkáltak a tüskék. Megsérült a szarvacskám. Nagyon fáj! Babóca már szaladt is, hogy megvizsgálja a szarvacskáját. Ne búslakodj, mondta babóca, és bekötötte Vendel sérült szarvát pöttyös sálával. Ekkor egy csodaszép bogárlány siklott elő a bokor mögül. Olyan könnyedén csúszott a jégen, mintha súlytalan lett volna. Na hát, ki vagy te? Kérdezte babóca. Milla vagyok, a hóbogár. Szia, Milla! Ő babóca, a Katica lány, ő Vendel, a szarvasbogár, én pedig Bogyó vagyok, a csiga fiú, mondta illedelmesen Bogyó. Hogyan tudsz ilyen szépen gyorsan siklani a jégen? Kérdezte Vendel. Korcsolyával, felelte a hóbogár. Egy olyan cipőcske, amivel csúszkálni lehet a jégen. Rá kell csatolni a csizmára. Ez a korcsolya éle. Ez siklik a jégen. Te készítetted? Kérdezte kíváncsian Bogyó. Igen, én készítettem. Igazán nem nehéz. Ha szeretnétek, készíthetünk nektek is. Hurrá! Kiáltottak fel egyszerre, mint hárman. Bogyó, babóca, Vendel és Milla együtt sétáltak ki az erdőbe. Milla alaposan megnézte a földön heverő faágakat, végül kiválasztott egy szép nagyot. Ezután munkához láttak. Fűrészeltek, csiszoltak, fúrtak, faragtak, csavaroztak. Mindenki kivette a részét a munkából. Készen van, jelentette ki elégedetten Milla. Az asztalon három pár vadonatúj korcsolyacipő sorakozott. Bogyó és babóca kicsit félve csatolták fel a korcsolyatalpakat. Legjobban persze Vendel aggódott. Bogyó és babóca összefogódva indultak el a jégen, Vendelnek pedig Milla segített. No hát, korcsolyával sokkal könnyebb siklani a jégen, mint csizmában, nevetett Vendel. Milla sokáig haladt kézen fogva Vendellel. Egyszer aztán elengedte, és a szarvasbogár egyedül siklott tovább a jégen. Vendel hamarosan megtanult kanyarodni, elindulni és megállni is. Sikerült! Tudok korcsolyázni! Kiabálta a nap végén Vendel boldogan. Bogyó és babóca, kit jó barát kalandja. Bábszínház. Egy nyári reggelen Bogyó a csiga fiú izgatottan zörgetett babóca ajtaján. Ma lesz a bábszínház, siessünk, szóljunk Pihének és Dömének is. Bogyó és babóca először a lepkelánynál kopogtatott. Pihe, ébresztő, gyere gyorsan, ma fognak bábozni a muslicák, a hófehérkét fogják eljátszani. A krumplibogár háza előtt ismét megálltak.
Döme, ahó, gyere, megyünk a rétre, a báb előadásra. De Döme nem nyitott ajtót. Döme, elkésünk, siess! Nyugtalankodott Bogyó, de nem jött válasz. Pihe félénken lenyomta a kilincset és bekukkantott. A krumpli bogár még az ágyában feküdt. Döme, siess, öltöz gyorsan, indulnunk kell. Én nem megyek, csupa pötty a hasam, valami össze-vissza csípet éjszaka, nagyon viszket. Pityerget Döme. Mutasd, hadd lássam azokat a csípéseket, szólt Babóca. Ez nem csípés, ez bárányhimlő, állapította meg a Katica lány. Nem kell megijedni, én is voltam már bárányhimlős, 1000 pöttyöm volt. Elmegyek Bagoly doktorért, jelentette ki Babóca. Ő majd elmondja, mit kell tenned. Hamarosan megérkezett Bagoly doktor. Alaposan megvizsgálta Dömét. Ez bizony bárányhimlő. A bárányhimlő fertőző. Nem mehetsz bábszínházba, Döme. Fertőző. Bogyó, Babóca és Pihe is bárányhimlősek lesznek. Nem, a bárányhimlőt mindenki csak egyszer kapja el. Ők már átestek rajta tavaly. Az a legfontosabb, hogy nem szabad a pöttyöket vakarni. Biztosan lesz majd bábszínház máskor is, vigasztalta Bogyó. Ne buslakodj, hamar meggyógyulsz majd, mosolygott Babóca. A kis barátok elköszöntek Dömétől, és elindultak a bábszínházba. A réten már állt a paraván, a bábtársulat 5 muslicából állt. Hamarosan szétnyílt a függöny, és elkezdődött az előadás. Csendben figyelmesen végignézték az előadást, végül pedig nagy tapssal köszöntötték a bábosokat. Végül a muslicák azt is megengedték, hogy az erdő lakói kézbe vegyék, megnézzék a bábokat. Kár, hogy Döme nem jöhetett velünk, mondta szomorúan Babóca hazafelé menet. Biztos nagyon tetszett volna neki. És mi lenne, ha előadnánk neki mi magunk? Szólt hirtelen Babóca. Ez nagyon jó ötlet, Babóca, mondta Pihe. A három barát munkához látott a pöttyös házikóban. Pihe a törpéket rajzolta le, Babóca hófehérkét és a királyfit, Bogyó pedig a mostohát. A rajzokat kivágták és felragasztották hurkapálcára. Amikor készen lettek, odalopóztak Döme ablaka alá és bekopogtak. A krumpli bogár kíváncsian nyitotta ki az ablakát. Kezdődik az előadás, kiáltotta vidáman Bogyó, és már bele is kezdtek a mesébe. Köszönöm, mondta. Nagyon jó barátok vagytok. 10 nap múlva újra eljött Bagoly doktor, de addigra Dömének már mind eltűntek a pöttyei. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. Egy nap az óvodában. Egy őszi reggelen Babóca sietősen kopogott Bogyó házának ajtaján. Gyere már, Bogyó, elkésünk az óvodából. Bogyó hamar elkészült, és a két barát kézen fogva elindult az óvoda felé. Az óvoda kertjében már gyülekezett a sok kis óvodás. Vidáman üdvözölték egymást. Ott volt Baltazár a méhecske, Pihe a lepke kislány, Vendel a szarvasbogár, Döme a krumplibogár, Szellő a szitakötő kislány, Alfonz a tücsök, Ugri a szöcskelány, és Gömbi a kis virágbogár is. Dongó néni, az óvó néni türelmesen terelgette be a gyerekeket a csoportokba. A nagy csoportosok, középsősök és kis csoportosok külön szobába kerültek. Gömbi persze a kis csoportba került, innen integetett Bogyónak és Babócának. A nap
tornaórával indult. Reggeli után az óvodások szebbnél szebb képeket ragasztottak az erdőben szedett falevelekből. Amikor mindenki elkészült, Dongó néni körbeállította a gyerekeket. Vidám dalokat és körjátékokat tanított a csoportnak, az óvodások lelkesen járták a körtáncot. Aztán következett a játék. Dongó néni karosszékéből figyelte a sok gyereket. Bogyó és a fiúk rögtön a kocsis ládikához siettek, és autóversenyt kezdtek játszani. Lejtőket, alagutakat építettek. Én is beállhatok? Kérdezte Babóca, és egy törött piros kis autót szorongatott. Ugyan már, Babóca, azzal a vacakkal akarsz versenyezni? Kérdezte megvetően Bogyó. A kocsizás amúgy sem lányoknak való. Babóca elsírta magát. Nem játszanak velem a fiú, panaszolta Pihének. Pihe, Ugri és Szellő gyorsan megvigasztalták. Gyere, babázz velünk! A lányok pompás kis ruhákba öltöztették babáikat, megetették és babakocsiban ringatták őket. Ez nagyon tetszett Babócának. Közben Bogyó és Egon, a cserebogár, összevesztek. Mindig felborítod a kocsimat, ez így nem ér, csalsz! Kiabálta dühösen Bogyó. Nem igaz, te csalsz! Vágott vissza Egon. Jól van, nem játszom veled tovább, mondta sértődötten Bogyó, és ott hagyta a fiúkat. Én is beállhatok a játékotokba, szólt most Babócához Bogyó. Nem, nem játszhatsz velünk, ez lányos játék, mondta duzzogva Babóca. De nézd csak, én is hoztam egy babát, ezt a göndörhajút. Szeretnék mégis veletek játszani. Jól van, enyhült meg Babóca. Akkor gyere, de akkor én is játszom majd az autókkal. Gyerekek, gyertek kezet mosni, kiáltott Dongó néni. Kézmosás után pedig szépen üljetek az asztalokhoz. Az ebédet nagy fazékból merte az óvodások tányérjába Pettyes Futrinka néni, a dadus. Amikor mindenki befejezte az ebédet, a naposok, Bogyó és Babóca segítettek leszedni az asztalt, összegyűjteni a tányérokat és a poharakat. Ebéd után mindenki lefeküdt, Dongó néni pedig mesét olvasott. A gyerekek csendben figyelték, és akadt, akit már mese közben elnyomott az álom. Ébredés után uzsonnáztak, aztán kimentek a kertbe. Az óvoda kertje hatalmas volt, telistele izgalmas mászókákkal, csúszdával, hintával, még egy kis favonat is állt a közepén. Bogyó és Egon hamar kibékültek, és sokáig hintáztak együtt. Babóca segített Gömbinek felmászni a csúszdára, és el is kapta őt a csúszda alján. Ez Gömbinek nagyon tetszett. Az óvodában hamar elszaladt a nap. A gyerekek hosszasan búcsúzkodtak egymástól, és alig várták, hogy másnap újra találkozzanak. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A kanári fiókák. Egy szép napon Kelemen, a kanári madár, társat talált magának. Lenke egy tölgyfán élt nem messze Babóca házától. Kelemen és újdonsült párja, Lenke, fészket raktak a tölgyfa legszebb ágán. Bogyó és Babóca lentről figyelték a madarak épülő fészkét. Nézd, Lenke napok óta fel sem áll, csak ül a fészekben. Lehet, hogy beteg, aggódott a csiga fiú. Ugyan, Bogyó, biztosan tojást fog rakni, fiókáik lesznek, lelkendezett Babóca. Tojás, fióka, értetlenkedett a csiga fiú. Hát persze, belengeti őket, és a tojásokból egyszer csak előbújnak a fiókák, mondta a Katica lány. Lenke nem sokára felállt, és ahogy forgolódott a fészekben, Bogyó észrevette a három kicsi fehér tojást. Három fióka lesz, szaladt vidáman Babócához. Egy reggel izgatott csipogás hallatszott a tölgyfáról. Hurrá, kibújtak a fiókák, kiáltotta Babóca,
és örömükben összeülelkeztek Bogyóval. Megnézhetjük őket? Kérdezte izgatottan Babóca Kelement. Persze, de legyetek óvatosak, még nagyon kicsik és gyengék, mondta a büszke apuka. Kelemen felvette hátára Bogyót és Babócát, és letette őket a fészek mellé. Milyen aranyosak, szólt boldogan Babóca. A csiga fiú és a katica lány óvatosan megsimogatták a kicsi kanárikat. A kis madarak gyorsan nőttek, hamarosan elkezdték tanulgatni a repülést. Lenke gondosan tanítgatta őket, és napról napra ügyesebbek lettek. Elmegyünk eleségért, jók legyetek, mondta Kelemen. Nehogy egyedül kirepüljetek a fészekből. Kicsik vagytok még, csak akkor repülhettek, ha mi is itt vagyunk, tette hozzá Lenke. De a legkisebb fióka nem fogadott szót. Ugyan már, én már jól tudok repülni, megpróbálom egyedül, mondta, és már indult is. Nem szabad, nem szabad, csipogott a másik kettő, de nem tudták visszatartani testvérüket. Amikor a szülők visszaértek, a két fióka idegesen toporgott a fészekben. Kirepült! Kirepült a testvérünk! Sírtak mindketten. Jaj, hiszen kicsi még! Mi történhetett vele? Kiáltott riadtan Lenke. Meghallotta a kiáltozást Bogyó és Babóca is. Nyomban elindultak, hogy megkeressék az elkóborolt fiókát. Keresték mindenütt. Keresték a dombon, a hegyen, a tóparton, az erdőben, a réten, de nem találták sehol. Lassacskán sötétedni kezdett. Hogyan találjuk meg ebben a sötétben? Kérdezte Lenke, és keservesen sírva fakadt. De ekkor különös fény gyúlt az égen. Egy egész sereg Szent János bogár sietett a kanárik segítségére. Majd mi világítunk, biztosan megtaláljuk, mondták egyszerre. Ott van a bokorban, kiáltott hirtelen Bogyó, és mindnyájan odaszaladtak. A kicsi kanári kimerülten dideregve szunyókált a bokor alján. Lenke szárnyaiba vette, és boldogan megölelte. Meg vagy végre! Mindig fogadj szót ezentúl, mondta Kelemen. Lenke felröppent az égre, a Szent János bogárkák pedig körbe táncolták őket lámpásaikkal. Olyan szép volt, mintha tündérek táncolnának az égen. A kanári család hamarosan nyugovóra tért. Lenke a szárnyai alatt melengette a kicsinyeket. Jó éjszakát, madárkák! Suttogta boldogan Lenke. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A hímes tojások. Elérkezett a húsvét. Pihe a lepkelány, Lili a rózsabogár, Ugri a szöcskelány és Szellő a szitakötő összegyűltek Babóca házában, hogy húsvéti tojásokat fessenek. Hány tojást kell festenünk? Kérdezte Lili. Lássuk csak, Bogyó biztosan eljön holnap locsolkodni, de jönni fog Baltazár, Vende és Döme is, és persze Gömbi, Alfonz és Csiga Csaba. Akkor 7 tojást kell festenünk. Lássunk munkához! Szépek lettek, biztosan örülni fognak holnap a fiúk, állapította meg Pihe. Ideje hazaindulni, holnap korán kelek, palacsintát fogok sütni, azzal várom majd a locsolóimat, mondta Pihe. Én pogácsát sütök, mondta Lili. Én pedig rétest, tette hozzá Babóca, és kikísérte a lányokat. Másnap reggel minden lány korán ébredt. Pihe szaladt a konyhába, felkötötte a kötényét, és neki látott, hogy kikeverje a palacsintatésztát. Lili is kötényt kötött, és már is gyúrni kezdte a pogácsákat. Babóca rétest nyújtott, Szellő piskóta tekercset készített. Ugri is izgatottan ébredt. A fiúk nem kelnek korán, van még időm, hogy megsüssem az almás pitét, és egy nagy kosár almát tett az asztalra.
De jaj! A kosár hirtelen megbillent, az almák kigurultak és lesodorták az asztalról a hímes tojásokkal teli tálat. A sok tojás mind összetört. Jaj, a hímes tojások! Most mit csináljak? Mit adok a locsolóknak? Kétségbeesve szaladt Babócához. Babóca, összetört az összes hímes tojásom, mind a 7, segíts! Nem érek rá, ugri, süteményt sütök, de maradt 2 festetlen tojásom, ezt odaadom. Fest ki gyorsan, készen leszel, mire megjönnek a fiúk. Lili, darabokra törtek a tojásaim. Tudsz segíteni? Nem tudok, sülnek a pogácsáim. Fogd ezt a 3 fehér tojást, még van időt kifesteni. Pihe, segíts! Újra kell festenem a tojásokat. Mind összetört. Mind összetört? Sajnálom, ugri, de most nem mehetek veled. Odaégne a palacsinta. Itt van ez a 2 festetlen tojás. Neked adom. Szellő, baj van, összetörtek a tegnap festett tojásaim. Kérlek, segíts, egyedül nem tudok 7 tojást újra festeni. Alig van már idő, panaszolta ugri. Tudom már, ki segíthet, gyere utánam. Szaladtak az erdőn át egészen a barlangig. A következő pillanatban álmosan előbújt a barlangi pók. Kedves pók, segítened kell, kezdte Szellő. Ugrinak összetörtek a hímes tojásai, és most 7 új tojást kell festenie. Nincs sok idő, mindjárt jönnek a fiúk locsolni, addigra készen kell lenni. Nem bánom, dünnyögte a pók. Köszönöm, nagyon kedves vagy, szipogta Ugri, és elköszönt Szellőtől. Ugri ecsetet, festéket vett elő, és a pókkal együtt munkához látott. A pók egyszerre 3 tojást is ki tudott festeni. Nem vagyunk, mondta boldogan Ugri. Megköszönte a pók segítségét, és elrendezte a tojásokat a tálon. Ebben a pillanatban már kopogtattak is az ajtón. Ugri ajtót nyitott, és a 7 fiú egyszerre belekezdett a locsolóversbe. Ezt a kislányt megöntözöm, a szép tojást megköszönöm. Mind a 7 meglocsolták Ugrit. A szöcskelány büszkén nyújtotta feléjük a tálat, a fiúk pedig választottak egy-egy színes tojást. Süteményem sajnos nincs, szólt halkan Ugri, és elmesélte, mi történt. Emiatt ne aggódj, nevettek a fiúk. Babócánál rétest ettünk, Lilinél pogácsát, Pihénél palacsintát, Szellőnél pedig piskótát. Egy falat sem férne már a hasunkba, mondták a fiúk, és nagyot nevettek. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A tücsök hegedűje. Egy őszi napon Alfonz a tücsök vígan hegedült a gombamezőn. Az erdő lakói mind örültek a szép muzsikának. A hangya gyerekek is hallgatták a zenét, közben pedig labdáztak a dombtetőn. De jaj, a labda rossz irányba röpült, és kiütötte Alfonz kezéből a hegedűt. Alfonz rémülten kiáltott fel. A hegedűm! Összetört a hegedűm! Keservesen sírva fakadt. Annyira zokogott, hogy nyomban összegyűlt az erdő apraja nagyja. Alfonz dühösen mutatta barátainak a pöttyös labdát. Ez a labda, igen, ez a labda a bűnös! És a hangya gyerekek! Most aztán honnan lesz nekem új hegedűm? Hegedűje darabkáit szorongatva belépett kunyhójába, és becsapta maga mögött az ajtót. Alfonz! Alfonz, gyere ki, biztosan tudunk valahogyan segíteni, mondta Bogyó a csiga fiú. De Alfonz senkit sem akart látni. A többiek tanácstalanul üldögéltek a gombamezőn. Egyszer csak felkiáltott Babóca. Készítsünk Alfonznak új hegedűt. Igen, készítsünk új hegedűt, helyeselt Pihe a lepke kislány. Tudom is, ki segíthet. Meg kell keresnünk Patrikot, a kék pattanó bogarat. Ő készítette Alfonz hegedűjét. Nyomban útra keltek. Mentek hegyen völgyön át, míg megérkeztek egy kék házikóhoz. Bekopogtak. Félénk fejecske kukkantott ki az ajtón. Kék sipkát viselt, hátán csillogtak sötétkék szárnyai. Hát ti kik vagytok? Kérdezte.
Babóca pedig elmesélt a pattanóbogárnak mindent, tövéről hegyére. Hogy csak ez a baj, ezen könnyen segíthetek. Ne buslakodjatok, 2 nap is Alfonz új hegedűn húzhatja a muzsikát. A pattanóbogár kiosztotta a feladatokat. Volt, aki fát gyűjtött a hegedű testéhez, volt, aki fűszálakat keresett a hegedű húrjaihoz. Amikor minden összegyűlt, Patrik hozzálátott a munkához. Fűrészelt, csiszolt, barkácsolt, gyantázott, lakkozott serényen, míg egyszer csak, lássatok csodát, el is készült az új hegedű. Kipróbálhatom? Kérdezte Babóca. Nem, ez Alfonz hangszere, szólt rá Pihe. De én is szeretnék egy hangszert, dühösködött Babóca. Én is, kiáltozták a kis hangyák. Csend legyen, kiáltott a pattanóbogár. Mi lenne, ha alapítanátok egy zenekart? Egy szép, nagy zenekart. Zenekart? És mindenkinek lenne saját hangszere? Ez nagyon jó ötlet, lelkendezett Bogyó. Először elkészítették Babóca hárfáját. Vendel, a szarvasbogár nagy bőgőt kapott. Dömének, a krumplibogárnak csellót készítettek. Bogyó a tölcsérvirág kelyhéből készített magának trombitát. Egon, a cserebogár, mézvirágból alakította ki mélyen zengő kürtjét. A barlangipók gesztenyéből és magból készített dobot. Szellő és ugri pedig lapos kavicsokból cintányér. A kis hangyáknak nyírfa vesszőből faragott furuját a pattanóbogár. Pihe, a lepke kislány, fenyőágból faragott lantot kapott, Baltazár, a méhecske pedig citerát, Gömbi, a virágbogár, triangulumon játszott. Amikor már pompásan zenéltek együtt, elindultak Alfonz kunyhójához. Alfonz már messziről hallotta őket, kíváncsian lesett ki kunyhója ablakán. Szeme, szája tátva maradt a csodálkozástól. Kedves Alfonz! Kezdték a hangya gyerekek. Ne haragudj, miért tönkretettük a hegedűdet. Fogadd el ezt az új hegedűt tőlünk. Patrik készítette. Alfonz nyomban meghúzta a vonót, és az erdőben újra zengett a hegedű szó. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A léggömb. Egy nyári délutánon vihar tört ki az erdőben. Babóca, a katicalány, és Bogyó, a csigafiú, a pöttyös házikó ablakából figyelték. A tomboló szélvihar csavarta, hajlítgatta a fákat, megrongálta a házaikat, az eső ömlött, mintha dézsából öntenék. Amikor végre elállt az eső és elcsitult a szél, a két jó barát körbenézett az erdőben. Ide néz, Babóca! Ezt a fát kidöntötte a vihar, állapította meg Bogyó. Az eső pedig elmosta a virágaimat, sóhajtott Babóca. Babóca, Bogyó, gyertek gyorsan, segítsetek! Szaladt oda ugri a szöcskelány. Valaki fekszik a réten? A réten tényleg sérülten feküdt valaki. Egy nőnüke bogár. Jaj, mi történt veled? Hogy hívnak? Ki vagy te? Hadarta egy szuszra Babóca. Nelli vagyok, a nünnüke. Fent lakom a hegytetőn, de a szélvihar lesodort, és nagyon megütöttem a fejem. Gyenge a szárnyam, nem tudok repülni, nem tudom, hogyan jutok haza. Sírdogált a nünnüke. Megemelték Nellit, és bevitték ugri zöld házába. Ne félj, segítünk neked hazajutni, mondta Babóca. Délután eljött Baltazár, a méhecske, Pihe, a lepke kislány, és Vendel, a szarvasbogár. Mind azon törték a fejüket, hogyan segíthetnének Nellinek visszajutni a hegytetőre. Egy léggömb lenne a legjobb, szólt Vendel. De miből készítsünk léggömböt? Kérdezte Bogyó. Takarókból, párnákból, lepedőkből, javasolta Pihe. És függönyökből, meg törölközőkből, tette hozzá Vendel.
Nyomban munkához is láttak. Mind kivették a részüket, összevarták az anyagokat, egymáshoz illesztettek minden takarót, függönyt, lepedőt és törölközőt. Nelly is segített, napról napra erősebbnek érezte magát, és már a feje sem fájt. Eltartott pár napig, amíg elkészült a léggömb. Készen van! Köszönöm, mondta boldogan a nünüke. Irány a hegytető! Hurrá, repülünk! Kiáltott boldogan Bogyó. Na hát, ez csodaszép! Látjuk az egész erdőt! Ujjongott Babóca is. Nem sokára sötétedni kezdett. Amikor a hegyhez értek, Nelly felkiáltott. Hurrá! Itthon vagyok! Köszönöm! Ha van kedvetek, maradjatok nálam holnapig. Épp ma este lesz a csillaghullás. Szívesen maradunk, mondták mind egyszerre. Nelly finom süteményekkel és tejával vendégelte meg új barátait. Vacsora után kiültek Nelly házikója elé a hegytetőre. Üldögéltek, és várták, hogy megkezdődjön a csillaghullás. Hurrá! Hullócsillag! Kiáltott lelkesen Bogyó. Én is láttam! Helyeselt Babóca. Én is! Mondta Vendel. Amikor hűvösebb lett, bementek Nelly házába, és az ablakon át még hosszan nézték a csillaghullást. Elalvás előtt mind kívántak is valamit a hullócsillagtól. Nelly azt, hogy máskor is találkozzon majd új barátaival.